A regény borítója is a Skifi világát idézi, rejtélyes címe miatt pedig csak tovább növekszik az emberben a kérdés, miről szólhat ez a kötet. Aki a szerzőt, Dömötör Lászlót ismeri, még inkább felkaphatta a fejét. Miről a A vörös kereszt rejtéje. A hivatalos bemutatót megelőzően Dömötör László és a Vörös Kereszt Nagykanizsai Területi Szervezetének vezetője is nyilatkozott magazinunknak, gyakorlatilag lehult a lepellatitokról. Én 14 éve dolgozom a Vöröskeresztnél, és gyakorlatilag a teljesít idő időm alatt azzal a úgymond problémával szembesültem, hogy mi próbáljuk a Vöröskereszt üzenetét eljuttatni az emberekhez, főleg a fiatalokhoz, de a hagyományos módszerekkel ez annyira nem működik. Pedig a vörös Vöröskeresztnek van egy, egy csodálatos és megrendítő története, egy olyan sztori, ami akciófilmbe illő, hiszen a Vörös Kereszt az egy háborúból született, a történelem egyik legvéresebb csatájából, és ha ezt így a, a hagyományos módszerekkel elmeséljük, ilyen töri óra formájában, akkor az annyira az nem tapad meg a, a fogyasztónál, és ezért szerettem volna egy olyan történetet létrehozni, ami egy szórakoztató, kalandregény, egy nyomozós történet formájában, ezeket a, az ismereteket azért mégiscsak úgy észrevétlenül belopja az olvasónak a, a fejébe. És a, a, létrejött akkor egy ilyen cselekmény szál, vagy szálak a fejemben, és akkor úgy gondoltam, hogy, hogy ezen csavarjunk egy még nagyobbat, és ezt az egészet így lőjük ki az űrbe és a holdra, és tegyük át a jövőbe ezt a történetet, mert hogyha a Vöröskereszt múltjáról beszélünk, akkor érdekes nézet lehet az, hogy egyúttal egy picit felvillantjuk a jövőjét is, meg talán így a, a, az olvasó is szívesebben veszi kézbe, és jobban megmozgatja a fantáziáját ez a történet. A regényt az író 14 éves kor felett mindenkinek ajánlja. Dömötör Lászlót nyilván arról is faggattuk, mi volt az a motiváció, hogy éppen ilyen formában, a szkifi világán keresztül próbálta meg átadni az információt az arra éheseknek. Van oka, de az elején a műfajt egy picit így finomítanám, tehát bár a borító alapján ez egy abszolút science fiction, én inkább úgy mondanám, hogy fantasztikus kalandregény. Tehát azért itt a science, a tudomány oldala, nyilván nem vagyok fizikus, valamennyire azért utána olvastam itt a, a, az űrbéli dolgoknak a holdi gravitáció, stb., de, de itt inkább a kalandon van a hangsúly, illetve ha már a tudományos hitelességről van szó, akkor a, a történelmi dolgok, a vörös keresztel kapcsolatos, információk azok viszont teljes mértékben valóságosak a könyvben. És hogy miért, miért, jutott ez így eszembe? Nekem gyerekkoromból van egy olyan nagyon meghatározó inspirációm, 80-as években, a nyári szünetekben, minden évben a Magyar Rádió az leadott egy rádiójáték sorozatot, ez volt a Sirius Kapitány kalandjai, amit én így nagy lelkesen mindig nem csak meghallgattam, hanem még a kazettás módszerrel rögzítettem, és akkor rongyosra hallgattam így a kis vókmenemen éjszakánként a, a takaró alá bújva. És az annyira belém ez a, az ott fölépített uh, holdbéli világ, hogy, hogy nem is volt vitás, hogy akkor az én történetem is a holdon játszódjon. A történet 2100-ban játszódik, főhőse egy 14 éves kamasz, aki barátaival nyári táborozásra utazik a holdra, és ott természetesen számtalan kalandba bonyolódik. A Magyar Vörös kereszt Nagykanizsai területi szervezetének igazgatója is meglepődött, mikor megtudta, kollégája egy kalandregény írásával foglalkozik. Először meglepődtem, nem akartam elhinni annak ellenére nem, hogy egyébként azt tudtam, hogy írói vénája van, tehát azért nyilván a, itt a Vöröskeresztnél sokszor kerülünk abba a helyzetbe, hogy hivatalos leveleket, előterjesztéseket, beszámolókat, tehát akár több vagy több tízoldalas anyagokat is össze kell állítani, tehát ezt tudtam, hogy, hogy erre a Laci nagyon alkalmas és nagyon ügyesen és nagyon gyorsan megoldja ezeket a dolgokat. Azzal a dologgal nem voltam tisztában, hogy és egyébként ő neki szabad idejében mondjuk a, a, az írás, aztán hogy az egyáltalán valami kalandregény, vagy esetleg versformájában mutatkozik meg, ez, az már eleve egy másod másodkérdés. Szóval azt nem tudtam, hogy ez mennyire áll hozzá közel. Én magam meglepődtem, azon meg pláne meglepődtem, hogy, ö, ö, hogy ezt a témát választotta. Ö, és aztán meg, amin meg a, a leginkább, az talán az, hogy mindezt olyan természetes ö, ö, önzetlenséggel és, és őszintességgel, hogy ö, úgy gondolom, hogy erre nagyon kevesen képesek, úgyhogy én nagyon büszke vagyok rá. Az önzetlenségről esett szó az imént nem véletlenül, hiszen a regény szerzője nem egy profitorientált vállalkozásba fogott ezt a könyvet nem csak a Vörös Keresztről írtam, hanem a Vörös Keresztnek írtam. A szerzői művet azt én ellenszolgáltatás nélkül felajánlottam a, a Vörös Keresztnek, illetve elvégeztettem ennek a műnek természetesen a lektorálását, tehát gyakorlatilag egy nyomda kész szerkesztett formában adtam át a munkáltatomnak, és ő pedig a Magyar Vörös Keresztel szervezete látott ebben fantáziát, és így született meg tulajdonképpen ez a könyv. Tehát valóban ennek a bevétele az sem nem a szerző, sem nem egy profitorientált kiadó bevételét nem gazdagítja, ez teljes mértékben a kereszt bevétele ennek a könyvnek a, a megvásárlása. A kötetet az érdeklődők a Vöröskereszt Nagykanizsai és Zalaegerszegi irodájában vásárolhatják meg.